Jó estét kívánok! A ma esti vendégem költő, noha az elmúlt 15 évben nem jelent meg kötete, most azonban igen, 42 a címe, és ez egy nagyon bensőséges kötet lett, sok rétege van. Az egyik rétege például a fiatalon elvesztett elhunyt szerelmének a hiánya és annak a feldolgozása. A másik réteg a saját életére való reflexió, hogy mi is történt vele az elmúlt 15 évben, és talán a harmadik rétege az az, hogy megpróbálja feldolgozni a saját életének, a saját kapcsolatainak a történetét. Per Krisztián, örülök, hogy eljöttél. Köszönöm. Új év táján, tehát január táján a Garaci Lászlótól is megkérdezték egy ilyen körkérdés formájában, hogy ő mit tart az elmúlt évben, 2016-ban az irodalom nagy szomorúságainak és nagy örömeinek. És természetesen a szomorúságok közé sorolt, hogy Eszterházy Péter elhunyt, a Hasnyálmirigy naplót, meg még sok mindent. És az örömök között három pont volt, és a legrövidebb pont az, hogy Per Krisztián újra verset ír. És ez egy ilyen nagyon szép gesztus is, meg egy ilyen nagyon tömör közlés, hogy örül neki, hogy verset ír. Te érzed ezt, hogy most árad feléd valami ebből a nem tudom milyen szeretetből, vagy várakozásból, vagy elismerésből, vagy szóval 15 év után ez könnyű visszajönni? Hát tehát érezni mindenképp érzem, és de közben vegyes érzéseim vannak, tehát egyrészt rettetesen jól esik, másrészt van egy olyan érzésem is, hogy mintha ez valami fajta megérdemeletlen dolog lenne, és hogy akkor még ezt valamilyen módon meg kell szolgálnom, vagy tehát itt még teljesítenem kell valamit, hogy ez egy megelőlegzett öröm és bizalom. De miért gondolod, hogy megelőlegzett? Hiszen azért voltak kötetei, tehát most nem arra van szó, hogy első kötetes szerző vagy, akinek majd bizonyítania kell. Hát bizonyos értelemben, de újra első kötetes szerző. Úgy érzed? Tehát ha 15 év szünet van, akkor az ember újra első kötetes? Hát nem is csak a 15 év szünet, hanem én azért leszámoltam ezzel a dologgal fejben nagyjából, hogy én költőként fogok létezni a jövőben. Sok oka volt ennek, hogy miért, de hogy én nem gondoltam azt, hogy vissza fogok térni ilyen módon ebbe az irodalmi térbe. Ezt nyilván a körülmények hozták, meg sok minden oka van, hogy végül miért történt meg, de ez bizonyos értelemben számomra is meglepetés volt. De mi az, hogy a körülmények hozták, és mi az, hogy csak bizonyos értelemben? Hát figyelj, a körülmények alatt ugye nyilván azt értem, hogy ki tudja, meddig pepecseltem volna. Tehát ugye részben azért 42 a könyv címe, mert 42 éves vagyok, és többek közt azzal mentem be a kiadóhoz, akkor még csak félig kész kézirattal, hogy azért jelenjen meg a 43. születésnapom előtt lehetőleg, és hát ki tudja, tehát lehet, hogy ebből nem tudom, 45 lett volna, tehát hogy valószínűleg sokkal tovább pepecselek, hogyha nincs ez a kényszer, amit a Zsófi halála okozott. Tehát akkor teljesen világos volt, hogy volt egy ilyen az írásnak, annak volt egy ilyen rituális funkciója egyáltalán abban, hogy túl tudjam élni ezt a dolgot. Ugye Mocsár Zsófiról beszélünk, aki látvány- és díszlettervező volt, nagyon fiatal volt, 20 éves kora közepén járt, 25 volt, 25 éves volt, és most nyáron halt meg, egy hirtelen jött a gyulladásban. És a kötet egy jelentős része ezzel foglalkozik, a hiánnyal. Hát a fele, egész a fele. Pontosan. És hát igen, valamelyik versben le is írtad, hogy most keresem ezt az idézetet, mert direkt kikerestem, hogy nem kellett volna meghalnod, mert hogy azért, hogy én kötetet adjak ki, nem kellett volna meghalnod, mert a fele az kész volt. Hát nem, hát igazából az volt, hogy mindegy, mindenféle nyomorult életkörülmények közül valahogy így kiküzdöttük magunkat, nagy nehezen, és akkor leköltöztünk Nagymarosra, béreltünk egy házat. Zsófinak ívelt fel a karrierje, nem tudom én, elkezdődött egy ilyen új élet tulajdonképpen, és ő addig rágta a fülemet, tehát előtte több mint 5 évet voltunk együtt, és az alatt is tulajdonképpen végig én színházi melókat csináltam ebben az időszakban, és ő valahogy nagyon szerette volna azt, hogy újra írjak, mert egyszerűen egyébként tényleg az volt, hogy azzal, hogy az írást abbahagytam, azzal bizonyos értelemben az önbecsülésemet is elvesztettem félig meddig, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy furcsán frusztrált állapotba kerültem. Nyilván például olvasóként abszolút jelen lehettem volna a szénába, de ehhez képest az volt, hogy inkább úgy távol tartottam magam mondjuk a könyvhetektől, vagy ilyenektől, mert csak rosszul éreztem volna magam attól, hogy én egy pályaelhagyó vagyok, a nem tudom, többiek meg dolgoznak, egyre jobbak. De most leszámoltál vele, vagy nem? Mert ez, amit most mondasz, hogy nem jó érzés nekem oda menni, ahol a többiek vannak, az arról árulkodik, hogy nem számoltál le vele. Miközben meg azt mondod, hogy de azért te elhatároztad, hogy nem térsz vissza.
Miközben mégiscsak megváltozott, tehát újra. Nem tudom, hogy most melyik időpillanatból beszélek, mert ugye csak rekonstruálni tudom azt, hogy mi volt mondjuk 2 évvel ezelőtt. 2 évvel ezelőtt nagyjából azt mondtam, hogy inkább vágják le a karomat, mint hogy újraírj. Mint hogy igen. Tehát, hogy ebben volt egy dacis, tehát, hogy annyira nagy volt a nyomás, hogy illetve aztán nyilván időben egyre kisebb, mert aztán belenyugodott nyilván a környezetem abban, hogy ez így abban maradt, de hogy mégiscsak azért volt egy ilyen elvárás, hogy ne eltékozzold el a tehetséged, ilyesmik. Uh-huh. És akkor ez nyilván egy ilyen dac reakció is volt a részemről, hogy minden jobban akarjátok, annál kevésbé fogom én akarni. Mert van egy vers, ebben a kötetben 40 a címe, és akkor most azt mondtad 2 évvel ezelőtt, akkor ez pont ide vág. Egy picit idézek csak belőle. Ó, ha most meghalok, mennyi minden nem kezdődik majd el. Félbe semmi nem marad. Tehát ez pont azt mondja, hogy ugye semmi nincs elkezdve, vagy nincsenek olyan tervek. Tehát, éppen nem csinálok semmit. Tehát, hogy hát igen. Tehát, és hogy aztán? Hát aztán egyszer csak az a nem tudom én szelíd erőszak, amivel a Zsófi tolt ebbe az irányba, az úgy beérett. Tehát és hogy lehet egy szelíd erőszakkal meggyőzni téged, hogy tizen nem tudom hány év után újra kezdjél mégiscsak? Mi hát, az a szelíd erőszak, ami célra vezetett? Nem tudom, ilyen nagyon egyszerű dolgokat fogok mondani, tehát tényleg, hogy úgy szerettem volna, hogy büszke lehessen rám, hogy egy idő múlva tényleg észrevettem, hogy tényleg, hogyha írtam valamit, és van ez a szövegalkotásnak ez az öröme, akkor az tényleg megváltoztatja nem a napomat, hanem a következő mondjuk egy hetet. Egyszerűen nem tudom, tágabb a mellkasom, több rajtam a mosoly, aha, és a többi. Csak valahogy én mindig úgy voltam vele, és talán még most is úgy vagyok, hogy aztán ezt elfelejtem, és minden, tehát olyan, mint hogyha nem tudom én, az ember az evés örömét felejteni el, és aztán minden reggelinél... Eszébe jutna, hogy ez jó. Illetve nem tudná, de aztán a kínok kínjával vagy ráveszi magát, és aztán akkor megint nevet, és rájött, hogy az megint milyen jó érzés, hogy van a gyomromban valami, meg ízlelni milyen szuper dolog, és akkor... Uh-huh. És akkor az ott megint egy ilyen csodálkozás, hogy ez egy örömteli ügy. De aztán az megint elfelejtődik, és megint, és mindig előáll az a helyzet, amiről ugye a Hajnóci azt mondta, hogy itt van előttem a rettenetes fehér papír, amire írni kell. Tehát, mert minden ilyen nekikezdésnél van egy olyan fajta félelem, hogy most már nem fog menni. Hogyha eddig ment is, még az se biztos, uh-huh, most már nem fog menni. Sőt, az is lehet, hogy kiderül, hogy eddig sem ment, hogy ez valami illúzió véletlen volt, egy bluff, egy megtévesztettem a világot. De te 10 évig azt gondoltad, hogy most már úgy sem megy? Hát részint, de nem csak. Hát ugye az is volt, hogy és ha megy, akkor mi értelme? Tehát, hogy nagyon szűk mondjuk a... Tehát a 20 éves koromban azt gondoltam, hogy az irodalom az valamilyen módon tudhatni a világra. És aztán világossá vált számomra, hogy nem tudhatni, és hogy az egész az tulajdonképpen egy ilyen pótcselekvés, egy illúzió, egy valamilyen fajta, nem tudom én, ilyen önbecsapás, vagy tehát egy olyan hitbe ringatod magad, amiről már annyiszor bebizonyosodott, hogy nem. Tehát, hogy egyszerűen nem a társadalmi folyamatokra, stb. Tehát nem lesznek boldogabbak a szomszédaim ettől. Többet akartál, mint amennyit úgy érezsz, hogy elérsz azzal. Igen, helyét. De aztán ez is teljesen megváltozott egyébként. Tehát, most már más gondolsz? Most azt gondolsz, hogy mégiscsak hat? Tudod, miért kérdezem? Mert például van egy olyan sorod is, hogy a költők se gondolják, hogy a költészet valójában megoldás. Tehát még a saját problémákra se. Mégiscsak az ember megírja a legnagyobb fájdalmát, hogy elveszített valakit. Igen, de ők például megelőzte ez az, hogy túl az első sokkon, tehát már pár nappal azután, egyszerűen könyvekhez nyúltam. Nem tudtam más csinálni, mint, és nagyon érdekes, tehát például pont Eszterházit, a Szívsegédigét olvastam épp újra akkor, érdekes módon a Pilinszkihez hirtelen úgy éreztem, hogy erősebb közöm van, jobban érdekelt, jobb volt azt újraolvasni, ez fontosabb volt, mint mondjuk a Petri, aki meg nekem egy sokkal fontosabb figura volt világéletemben, de itt hirtelen valahogy nem éreztem azt, hogy abban a konkrét életszituációban, amiben vagyok, tehát ebben a traumatizált helyzetben, mert ott ugye nem csak arról van szó, hogy meghalt a Zsófi, hanem arról is, hogy ez ilyen autóbalesetszerű hirtelenséggel történt, tehát nem voltak jelei, vagy nem tudom, nem lehetett rá felkészülni. És hogy ösztönösen azonnal, nem tudom, én a könyvekért nyúltam, és akkor
nyilván arra is gondolok most már, hogy hogyha más nem, akkor valami ilyen típusú értelme tud lenni a dolognak, hogy krízis helyzetben van, miért nyúl, van mihez nyúlni. Tehát van egy olyan remény is, hogy akkor majd más, amikor ilyen krízis helyzetbe kerül, a te könyvedet veszi le a polcról, és akkor az fog neki valamit adni abban a szituációban. Hát sőt, ennek vannak jelei, tehát egészen különös. Szóval az igazság, hogy én egyáltalán nem gondoltam ezt tovább. Tehát én ezt odáig gondoltam el, hogy ezt nekem meg kell írnom, egyszerűen ez a feladatom, nincs választásom, tehát hogy az egy gyávaság lenne megcsinálni. Hogy viszont odáig láttam a dolgot, hogy legyen kész a struktúra, legyen kész a könyv, de hogy aztán utána mi történik, tehát hogy mondjuk egyszer csak majd itt leszek veled ennél az asztalnál, vagy mondjuk például, hogy ismeretlenek írnak rám a Facebookon, vagy a könyvfesztiválon jött egy nagyon kedves néni, dedikáltatott, és mondta, hogy hát ő egyébként egyáltalán nem olvas verseket, vagy nem különösebben, verseskönyvet pláne nem vesz, pláne nem dedikáltat. No, de most olvasott egy interjút, így kíváncsi volt, megnézte, nagyon mélyen megérintette, és akkor így írtam bele, persze. Hát és akkor itt távoztában még mondta, hogy az én lányom 2 éve ment el. És akkor hirtelen, tudod, olyan helyzetekben is találom magam, hogy alapvetően nem az irodalomnak ez a szűk belső köre olvassa ezt csak, hanem olyan emberek is, akik alapvetően valami, nem is tudom mit, egy ilyen támogatásszerű dolgot keresnek hasonló élethelyzetekben. Nyilván egyébként azért, tehát azt rögtön az elején észrevettem, hogy van egy ilyen virtuális klub, a gyászoló klubja. Tehát amikor azt vettem észre, hogy egy barátom, akivel az elmúlt 5 évben leköltözött Pécsre, egy rendező srác, alig-alig beszéltünk, és hirtelen a Zsófi halálát követő pár hónapban már harmadszor látogat meg, akkor leesett a tantusz, hogy ja persze, hogy arról van szó, hogy neked a bátyját halt meg. Ja igen. Hát, hogy van egy ilyen furcsa virtuális klub, egy csoportterápia-szerű dolog, hogy akkor ezek szerint azok az érzések, amik bennem ébrednek, azoktán mégse olyan elszigeteltek. Igen. Nem? Vagy bocs, nem akartam helyetted mondani. Hát igen, vagy hogy, tehát, hogy nem extrémek, hogy, mert nagyon sok olyan dolog is van ebben a folyamatban, agresszió ébred akár az emberbe, dühök. És nem csak, tehát nyilván a saját magamra irányuló agresszió, az persze, de hogy a halottal kapcsolatban is felébrednek dühök, hiszen itt hagyott, és erről valahogy nem szokás beszélni. De néha tetten érhető, azt jól érzem, ugye a szövegekben tetten érhető. Persze, ez én ezt próbáltam. Oda csapsz egy ilyen nagyon kemény mondatot. Hát próbáltam, igen, lekottázni azt a dolgot, ami valójában történik bennem. Tehát, hogy nem szépelegni, nem elmismásolni, nem megfelelni valamilyen fajta ilyen, nem tudom én, igénynek, hogy hogyan lehet erről a dologról beszélni, vagy mert egyébként illedelmes. Ez az, hogy szerinted mi az, ahogy illedelmes vagy? Szóval tudsz ilyen példát mondani a költészetből, a magyar költészetből, nem csak a magyarból, bármilyenből, hogy mi az, amit el akartál kerülni, hogy ne legyen? Hát nyilván vannak nagy nekirugaszkodások ennek a témának, tehát a Szabó Lőrinctől, a nem tudom én, a Lator Lászlón keresztül, és nem csak magyar példák vannak, nyilván ezeket ismertem, úgy pont azért is olvastam újra sok mindent. Nem a munka miatt olvastam újra, hanem pont hogy a lelki folyamataimban érezzem magam megtámogatva. De ilyen típusú ambícióm, hogy elkülönbözni, ilyen nem volt. Tehát mint hogy olyan típusú ambícióim se voltak, hogy mondjuk valami hihetetlen nyelvi újdonságot hozni. Tehát egy ilyen nem tudom én, romantikus vagy neoavangárd ambíció az nem volt bennem, hogy mondjuk egy radikálisan új nyelvet csinálni. Nem tudok más mondani, én bizonyos értelemben amatőr volt a hozzáállásom. Tehát én nem ilyen verseket akartam írni, én ilyen verseket tudtam írni, vagy tudok írni. Nem azt mondom, hogy ez reflektálatlanul történt, mert sőt, alapvetően agyon reflektálva történt, és ez remélhetőleg látszik is a szövegekből, de ez nem egy elhatározás. Nem csak annyira érdekes, hogy ez így egy másik skatulya, tehát ahogy mondod, hogy van a gyászolóknak is egy virtuális klubja, hogy olyan olvasókhoz jutsz el, akikkel
Azzal a kötettel nem biztos, hogy eljutottál volna, amely kötetet elkezdtél írni egyébként a Zsófi halála előtt. Tehát nem biztos, hát az egy teljesen másik, teljesen más fogadtatása lett volna, hát például. Igen, tehát, hogy ez annyira ambivalens. Személyes, hogy már nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen költészet egyébként. Tehát nagyon nehéz ezeken a szövegeken úgy gondolkodni, hogy ez egy mívás, vagy most csak ilyen sznob skatérket fogok mondani, tehát nem tudom, hogy mívese, hogy nem tudom, idéz-e máshonnan, utal-e, tehát nagyon nehéz. Nyilván egyeket idéz és utal, és minden de nem ez az elsődleges. Ezt nem csinálja de ez a legnagyobb, ez a legnagyobb félelmem. Tehát ez a legnagyobb félelmem, hogy nagyon sokszor olyan típusú szavak kerülnek elő, nem tudom, a megrendülés, nem tudom, ennek a könyvnek a kapcsán, és az a legnagyobb félelmem, hogy ezen a könyvfátyolon keresztül a dolognak a hogy is mondjam, hát az intellektuális tétjei, vagy az, hogy itt egy csomószor tulajdonképpen filozófikus szövegekről van szó, hogy több rétegük van, hogy egyszerűen ezen az érzelmi érintettségen keresztül ehhez nem is feltétlenül lehet eljutni. De ez nem biztos, hogy baj. Nem tudom. Neked, mint költő, lehet, hogy baj. Én ettől egy picit félek. Ugyanúgy, ahogy az is egy ilyen problémám volt, amikor készült, hogy tehát azt én éreztem, hogy ezt tudtam, hogy ebbe mennyi munkát rakok bele, és a többi, hogy mennyire vagyok érzelmileg involválva, de hát ugye az a probléma, hogy attól, hogy nem tudom, egy szülés az nehéz és fájdalmas, vicces, hogy ez a sajtított. Igen, ezt nem is értem honnan. Attól még lehet hülye a gyerek, szóval, hogy tehát maga a megcsinálásnak a körülményei, vagy a... Igen, értem, amit vagy az élethelyzet, az még egyáltalán nem garantálta az irodalmi minőségét, már pedig itt mégiscsak egy esztétikai tárról beszélünk, itt az irodalmi minősége az érdekes. Tehát... Ez borzasztó nehéz, ez egy nagyon nagy dilemma. De mindegy, benne van. És persze van benne még egy gesztus, ami egy picit... látványosabbá teszi. Most nálad van kés, vedd elő, légy szíves. Igen, kaptam egy mert az én kötetemen látni, hogy a papírok széle ilyen nem szépen kidolgozott, amit tudom én, szóval ilyen kicsit tépázott, de ennek oka van, mert például ezen a köteten nem látni, mert minden második oldal, hogy mondják ezt, hogy össze van... Felvágatlan. Felvágatlan, ezt azt köszönöm, ezt az ott keresnem. Tehát, hogy felvágatlan, mert ezek azok a versek, amelyekhez valahogy nagyon csak úgy tudok közel jutni, ha valami nagyon radikális lépést teszek. És ezt te találtad ki, hogy ilyen legyen. De hogy mutasd meg, tehát, hogy itt jó, látható. Vágjad fel egy oldalt? Jó, vágd fel a végét mondjuk. Jó. Mert ezt úgyis meg akarom kérdezni, hogy miért az vágfült a név, a ja, értem, neveket tudom. Például. Igen, okay. Szóval, hogy most itt látják a nézők, tehát hogy itt egy késsel, igen. Kicsit hajtsd le ezt a felét, hogy lássd. Ja, aha, így, köszi. Na tessék, és akkor ez a feladat, de... Tehát, hogy ezt meg kell csinálni bizonyos oldalaknál. Igazából minden második oldalnál meg kell csinálni, tehát ugye itt az volt az ambíció, vagy az elgondolás, hogy azt láttam, hogy kell egy nagyon erős valami fajta jelölése annak, hogy mely verseket írtam a Zsófi halála előtt, és mely verseket utána. Mondjuk kiderül egyébként, tehát vágás hát, nélkül. Igen, gondolom, hogy a versekből is kiderül, meg egyébként nagyon sok minden megváltozott, olyanok is, amik nem is teljesen tudatosan, tehát hogy mondjuk egy dolgot mondjak, és azt nem is én vettem észre, hanem a Borsik Miklós a szerkesztő barátom, hogy az előtte versekben az E per 2, tehát a te, az mindig ilyen önmegszólító formula volt, tehát amikor azt mondtam, hogy te, akkor azért magamra gondoltam, ugye ez nyilván egy ilyen hasad szituáció, hogy az ember magához beszél így, míg az utána versekben az E per 2 az mindig a Zsófi, tehát annak is persze van modellje, tehát a halott kedveshez beszélni, tehát ez egy nagy költői toposz. Visszatérve egyébként a problémára, tehát itt ugye ez a fajta felfokozott érdeklődés, ez részint ennek az életszituációnak, tehát ennek is van egy előképe, tehát Orfeuszül a nem tudom, ilyen sziklaszírten pengeti a lantot, tehát ez abszolút egy alapképlete a költészetnek, de a másik, ami így pörgeti az érdeklődést, az nyilván az is ez a 15 év után való visszatérés, tehát ennek is van egy, hogy is mondjam, eladható, vagy kommunikálható olvasata, nyilván nekem az a, tehát én csak arra tudok ügyelni, hogy ezt viszonylag ízlésesen tegyem. Engem tudod, mi lett meg, hogy te nagyon nyíltan beszélsz arról az elmúlt 15 évről. Szóval készült veled videó is több részes, hogy éppen nem tudom, akkor éppen egy olyan helyzetben voltál, hogy egy ingatlan hitelbe készültél éppen belefulladni. De készült veled olyan is, hogy tanácsokat adtál fesztiválozóknak, hogy hogyan kell érvényesen fesztiválozni. Most és közben. Kivágtad.
Nem igaz. 9 perc lett a videó. Na mindegy. Nem, hát ott viccelődtem. Tehát jó, persze, tehát ott egy csomó olyan dolog volt ebbe a fesztiválos videóban, mondjuk mondok egyet, hogy tehát itt volt ebbe egy ilyen bújtatott reklámot szerettek volna, hogy egy bizonyos gyógyszergyártó, egy bizonyos fejfejes csillapított porformában is forgalmaz, és akkor ugye elvileg nekem azt kell elmondanom, hogy akkor nem tudom, a második nap, amikor fáj a fejed, vedd azt be. És erre ugye nem voltam hajlandó, hanem mindenfélét mondtam. Tehát, hogy a harmadik nap, amikor elfogyott a pénzed, akkor tessék, így kell átcsomagolni, töltsd át, csomagold be, és nem tudom én, add el, mint 1 gram speedet, és akkor megint lesz 2000 forintot. Körülbelül ilyen dolgokat csináltam. Igen, körülbelül ilyeneket beszéltél benne. Mindent kivágtak belőle, és nem tudom én, a CSS-ek ott azt mondták, hogy soha többet velem nem készíthetnek anyagot az Indexet. Ez egyáltalán nem meglepő. Noha készült persze veled anya, csak másmilyen. Na de figyelj, vannak itt ilyenek, hogy 7 éve nem láttam a tengert, élő embert 1 hete. És ez nem a legmegrázóbb sor, vagy engem persze megráz. Mi az, hogy élő embert 1 hete? Volt ilyen időszakod, hogy élő embert nem láttál 1 hétig? Hát ez ugye sok mindent jelent, mert tehát egyrészt nyilván első olvasottában ez a, nem is tudom, a leírása a depressziónak, tehát én nekem alapvetően volt a depresszív időszakaim. Nyilván ez az egész abbahagyás az irodalomnak, vagy a versírásnak, ezzel is összefüggött, tehát hogy tényleg hevertem, mint egy darab fa. De nyilván azért ebben az is benne van, hogy valahogy akikkel megtalálkoztam, azok meg nem keltették az élő ember benyomását. Tehát, hogy azért ez nem azt jelentett, hogy nem léptem ki feltétlenül az utcára, hanem mondjuk azt is jelenti, hogyha felszállok egy villamosra, és azokat az arcokat nézem, akik szembe ülnek velem, hát nem biztos, hogy az élőségre gondolnék elsőként. Szóval, hogy nyilván ez akkor érdekes a depresszióról való beszéd, a saját depressziómról, hogyha ez valamilyen módon egy világállapotot is tükröz, vagy tehát ez nem az én magánügyem, és azért azt gondolom, hogy ez nem az én magánügyem, tehát hogy ez egy általános dolog. És ez a depressziónak van az a csalafintasága, hogy az valami világmegértésnek tálalja magát. Tehát amikor te azt mondod, hogy hát semminek semmi értelme, minden csak pótcselekvés, dödödöm, akkor te azt gondolod, hogy te most a valami megfejtésnek a közelébe jutottál, amit más emberek, akik élik az életüket, nem tudom én, dolgoznak, kíváncsiak és kapcsolatokat teremtenek, azok ezekkel a keserű igazságokkal nem hajlandóak, vagy nem képesek, vagy nem elég merészek, hogy szembenézzenek, és egy önbecsapásba élik az életüket. Holott itt valójában az van, hogy ez a két állapot, tehát mondjuk egy ilyen felpörgöttebb állapot, vagy a normalitásnak akár csak az állapota, és a depresszív állapot, az tökéletesen vak egymásra, és a depresszív állapot az pedig egy ilyen a világmagyarázatnak a köntösébe tetszeleg. Jó, de figyelj, ez mondjuk te például alkoholista lettél? Hát lehet mondani, nem tudom, nyilván ami ennek az igazi, tehát valószínűleg egy addiktológus azt mondaná, tehát hogy... És te azt mondod? Hát én szeretem inkább visszákosnak nevezni magam, tehát hogy ugye nincsen például az a dolog, hogy minden nap, de nyilván azért mégiscsak azért a legtöbb nap. Inkább az van, hogy van az a fajta alkoholizmus, tudod, hogy elkezdi az ember, és akkor egyáltalán nem tudja abbahagyni. Tehát, hogy 2 sört egyáltalán képtelen vagyok inni, tehát, hogy akkor ott addig, ameddig. De cserébe vannak olyan napok, amikor még csak rágyújtani sem nagyon gyújtok rá, hanem otthon szotyizgatni szoktam, tehát, hogy azért az orális fixáció az nem tudom, ki legyen elégítve, de mondjuk dohányozni alig. De például a szociális létezés, az nekem egyértelműen az alkohol. Jó, ezzel sokan vannak persze így. És hát sajnos a kreativitáshoz is használom. Igen? Uh-huh. Felpörgeti a kreativitásodat? Hát inkább azt mondanám, hogy a gátlástalanság a fontos itt talán, hogy azt, hogy mit lehet és mit nem, elmondani, vagy miről lehet beszélni, vagy hogy nekem ez valahogy soha nem okozott egyébként igazából problémát, de valahogy mindig is olajozva volt ez a gép, vagy nem tudom, tehát, hogy... Érdekes, mert ugye valahol azt mondtad, hogy a kompetitív személyiségemhez addikció is társul, tehát, hogy ezt a kettőt mondod, hogy versenyző és addiktív. Hát sajnos így van, de hát nyilván ezt járok pszichológushoz, meg minden, ezt próbálom kordában tartani, amennyire tudom,
És arról például nem tudom, hogy beszélgettél-e vele, vagy magaddal, hogy mindez, ami történik veled, ez a csomag, hogy ez mennyire köszönhető mondjuk például a szülőkkel való kapcsolatnak, és ezt fontosnak tartottam harmadik vonalnak megemlíteni ebben a kötetben, mert ilyen sorok vannak például a Zsidók és elvált apák parti című versetben. Gyűlölöm az utazást, amit apám és nagyapám, hogy kerültünk ennyire távol egymástól. Vagy visszatekint, hogy mire emlékszik az ember. Az apámból semmire. Én is a legjobb úton járok, hogy emlékek nélkül pusztuljak el, mint ő. Szóval ezek nagyon erős reflexiók arra, hogy ebben van valami genetika, vagy ilyen öröklődő, vagy ilyen generáció. Valahogy, igen, sajnos a nem tudom, családom férfi tagjai a perek, tehát igen, valami olyasmi is van, hogy a nagyapám felköltözött egy szőlőhegyre, és nem tudom, tehát az alapvető mondás, ez a hülyékkel vagyok körülvéve, ezeknek nem dolgozom, ezek mondjuk alapvető családi. Ő mondta ezeket? Hát ezt a nagyapám is mondta, de az apám meg különösen, és a nem tudom, tehát hogyha én alkesz vagyok, akkor az apám az mondjuk a köbön volt az, ő ténylegesen, ugye, ténylegesen hajléktalanként is halt meg, lényegében, vagy élte az utolsó, nem tudom, 10 évét. Bennem engesztelhetetlen dühök voltak irányába, így a fiatal, vagy tehát gyerekkorom, tehát ott azért, hogy nagyon sok olyasmivel társult az alkoholfogyasztás, amivel nálam nem, tehát mondjuk itt például az agressziónak a családon belüli formái, meg ilyesmi, és... Sorokat raksz közben helyre, tehát így közben a fejemben villóznak ilyen sorok, amiket még nem feltétlenül tudtam magad tenni. Szóval csináltam is, vagy írtam egyszer, a Zsámbéki nyári színházban volt egy Old Death című darab, a Winnetou-nak a második része, ez az Old Death nevű figura, aki egy valahogy vagy nyugati hős, de már csak önmagának a roncsa. És akkor ezzel próbáltam valahogy tulajdonképpen leszámolni, vagy ezt megérteni inkább, nem is leszámolni, megérteni, hogy akkor mi viszonyunk. És hát nyilván nagyon sok minden, tehát folyamatosan jönnek elő azok a dolgok, például mondjuk, hogy az agresszióról beszélünk, hogy a tehetetlenségnek az az érzése, hogy 6 éves vagy, és nem tudsz közéjük állni, nem tudsz mit csinálni. Ellenben viszont van, tudod mi például, hogy van egy olyan kutatás, mert régebben olvastam, hogy az alkoholisták gyerekei, egyrészt az érzelmi intelligenciával ott nagyon nagy problémák vannak, viszont az IQ teszteken rendre sokkal jobb eredményt, tehát szignifikánsan jobb eredményt érnek el. És ott nem volt ugye, ez egy kutatás, nem volt értelmezve ez a dolog, és én arra jöttem rá, hogy azt a dolgot, hogy a másik embert manipulálni, eleve felismerni, tehát hogy Dr. Jekyll vagy Mr. Hyde jött haza, az egy nagyon fontos, tehát az életben maradás része, hogy ezt felismert azonnal 6 évesen. Nyilván nagyon kötődni nem lehet egy ilyen kettős személyiségű emberhez, hiába az apád, és akkor ráadásul még az is van, hogy akkor megpróbálod manipulálni, tehát mondjuk azt mondod, hogyha átöled a lábát és azt hazudod, 6 éves, hogy jaj, de örülök, hogy hazajöttél, akkor lehet, hogy kisebb lesz a bal, és ott lehet, hogy inkább csak lefekszik aludni, hogy ez elkerülhető. És amikor 6 évesen ilyen típusú dolgokat kell elkezdened csinálni, és ezzel nyilván nem egyedül vagyok így, tehát az emberekről, meg a saját magadról alkotott véleményed is ez befolyásolja, és a többi. És ez nyilván ez egy skillé változik, az, hogy manipulálni tud a másik embert, és akkor viszont költőként pedig az a dolgod, hogy mindig rajta kapd magad ezen, amikor manipulálni akarsz, és arra mindig valamilyen módon reflektálj, mert különben egy ilyen reflektálatlan nem is tudom, mi lesz. Igen, de most azt mondtad tulajdonképpen, hogy az egész az ezzel való leszámolás. Tehát, hogy amit 6 évesen kellett megtanulnom ahhoz, hogy életben maradjak, vagy jobban éljek, mint ahogy élhetnék, azzal most le kell számolnom, és folyamatosan arról szól a költészet, hogy leszámolják. Hát de egyfelől, de másfelől, meg hogy van az, hogy aki iránt ilyen engesztelhetetlen düvel viseltetsz mondjuk, hogy mégis kottára elkezdesz ugyanolyan dolgokat csinálni, akkor az hogy van? Tehát, hogy miközben megvan egy ilyen reflektátlan azonosulás, ezzel is mondjuk számot kell vetni. Tehát, hogy szoktam azt mondani, hogy nem tudom, ugye a hallottakat az ember interiorizálja, és a nem tudom, a Zsófi az valahol itt van bent is, és no de az apám még az életében is itt volt bent, tehát, ja Istenem, ezt elfejtettem, na mindegy. Mit csak megcsörrent a zsebembe. Ja? Nem hallani. Szóval értem, amit mondasz, hogy még ez is ráadásul. Bocsánat, hoztam egy ilyen, be akartam öltözni. Ez most már a performance része. Jó. Hát vagy a könyvet vághattam fel. Ilyenek, így van. Ilyenek egyébként szembe jönnek az utcán, szóval ez nem annyira. Ez most miért fontos, hogy kitedd? Hát
Mindeközben, hogy életed legnagyobb mélységeiről beszélsz, és akkor egyszer csak előkerül egy Einstein Witzeu. Hát nem, egyrészt ugye itt csomó minden van, tehát a Szépírók Társasága az testületileg is. És föl is olvastak minden könyvben mutató elején egy tiltakozást. Igen, azt én is felolvastam, bár egyébként nem álltam meg, és kijavítottam benne a 4 szót, de hogy... helyesítési hibákat vagy szavakat? Nem szavakat, tehát mint egy jelzőt kicseréltem egy másikra, mert mindegy, tehát hogy ilyen kényszeres átíró lettem egyébként ennek a könyvnek a megírása kapcsán, de hogy hát attól még társadalmi kérdések vannak, hogy vannak magánéleti problémák, tehát attól még a társadalmi kérdések azok ugyanúgy érvényesek egyfelől, másfelől ugye most volt az a dolog is, hogy a jó, inkább nem mondom, nem mindegy, tehát az egyik kollégát azt bántalmazták egy olyan budapesti szórakozó olyan egy ilyen jelvény miatt, ahova egyébként én is gyakran beteszem a lábam, szóval nem tudom, hát így azt gondolom, hogy ezek megférnek egymás mellett, vagy igen, jó, csak olyan érdekes, hogy mindjárt úgy is akarok még ezzel kapcsolatban kérdezni valamit, csak hadd fejezzem be előtte ezelőtt lévő kört, hogy egy picit egyébként én azt is érzem, hogy te direkt is akartál az életednek a mélyére menni, szóval van egy időszak, amit határozottan így emlegetsz, és az időszak, amikor a Zsófi elment Kanadába egy ösztöndíjjal, te pedig a szüleid egyik vidéki nyaralójába, fűtetlen, szigeteletlen nyaralójába, nem tudom hova pontosan. Igen, hát a Bubánat völgyként szoktam mondani, mert az jobban, az jó. De valójában Pilis már volt ez. Na, valami tehát, Pilis elmékeztem, igen. És te meg oda mentél, ahol ugye nem volt, nem tudom, víz vagy, szóval, hogy egy ilyen nomád körülmények közé, hogy miért akartad ennyire megélni az alját, hogy mindennek az alját, hogy én ebben pont azt érzem. Lehet, hogy ez az apával való leszámolás, lehet, hogy a saját életedre való reflexió, nem tudom mi, de hogy direkt levenni mindennek az aljára, amikor nem muszáj. Jaj, most megint egy olyan végtelenül, szóval megint egy nagyon egy ilyen naív kérdés. Hogy nem mondjam, nem, hogy én az én válaszom lesz az. Szóval szinte ilyen dilettáns bajló választ fogok adni, de nem tudok más tenni. Szóval, hogy valahogy azt gondoltam mindig, 20 évesen is már, hogy hozzáteszem egyébként, hogy valahogy ami most történt, tehát amikor arról beszélek, hogy másodszor vagyok első könyves, vagy nem tudom én, szóval volt olyan, hogy így dedikáltam egy könyvet egy barátomnak, aki ismert még akkor, azért viszonylag kevesen ismertek, vagy, tehát kevesekkel vagyok most is kapcsolatban, akikkel, és akik nem irodalmárok, és ehhez képest ismertük egymást 20 évesen, amikor még költő voltam, szóval egy dedikáltam beszélgetés közben, és ösztönösen 1997-et írtam, szóval az úgy nagyjából mindent elárul ebbe, hogy a gyász eleve csinál egy ilyen dolgot, hogy valami korábbi, a regresszió az része, tehát valami korábbi időpillanatba visszamész, és ugye nem tudtam visszamenni mondjuk a megismerkedésünk idejére, tehát mondjuk 6 évvel ezelőttre, mert az pont az a legrosszabb periódusom volt, és akkor... És akkor legyen 97, ami viszont... És akkor a 97-tel az volt az utolsó időszak, amikor meg voltak bennem hitek, azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, az én munkám az értelmes dolog egyáltalán, vagy nem tudom, nem csak egy ilyen, nem csak a munkakerülésnek egy cizellált formája. De hogy a kérdésed is válaszolok, bocsánat, hogy valahogy én nekem mindig az volt az érzésem, hogy azt gondoltam, hogy a költészet, vagy akkor nevezzük alanyi költészetnek, vagy nem tudom, de talán az irodalom tágabban is, az részben legalábbis az egyik feladata az, hogy elmenni olyan területekre, ahova hát egyrészt senki nem menne szívesen, nem is feltétlenül mindenki járt ott, amikor viszont valaki ott jár, arról nem igazán tud beszámolni, és hogy valahogy ezekről a, nem tudom én, oroszlánok élnek ott területekről, tudósítást küldeni, tehát hogy a kút legmélyéről valami tudósítást ez küldeni. Ez összefügg azzal, amivel mondta, hogy van-e értelme, ugye, és akkor legyen ez egy értelme, igen, hogy akkor olyan helyre megyek, ahova te nem csak mész. A naivitás, ugye, tehát egyrészt ez a gondolat is már önmagában naív, de aztán a még súlyosabb az volt, az egészben, amit említette, hogy hát én azt hittem, hogy én ezt elő tudom idézni, tehát hogy ezt aha. Hogy ezt majd nem az élet fogja megcsinálni velem, hanem én majd például az alkohollal való bensőséges viszony által, vagy egy ilyen elvonulós remete élettel, vagy nem tudom mi, ezt majd én előidézem magamnak mesterségesen. Hát, ja igen, az vicces volt. Azért egy picit a tiédet, amiben csak egy oldalt vágtál föl. Tessék, mert ugye most azt az oldalt vágtad föl, mert azt kértem, hogy vágd föl, ahol a nevek vannak, akik segítettek. Köszönöm, hogy segítettetek, csak ennyi. Tehát. Most van köztük például Tédei János, aki adja magát, mert ti együtt
indultatok, közös repzenekarotok volt a 90-es évek elején, meg szóval, hogy itt ez egy barátság. Igen. És akkor ő nyilván szakmailag segített, nem? Persze, megmutattam a szövegeket neki, stb. Na de egy csomó név nem ismerős, ők kik? Hát pont ez volt a kérdés, tehát ugye én ezt szinte ezt is egy műalkotásnak gondoltam, ezt a köszönetnyilvánítást, hogy mondjam, tehát a szóval jelentésesnek minden esetre általában egy ilyen könyvben az szokott lenni, hogy négy darab szakmabelinek meg szokták köszönni az emberek. Ugye itt már a tördelésnél is egy kicsit egy ilyen body count, tehát hogy oszlopokban vannak a nevek, mint a nem tudom, világháborús emlékműveken a halottak. De igen. Itt az Index főszerkesztője, Dudás Gergő. Igen, na hát de mindenkiről el tudom mondani, tehát például a Dudás Gergő keresztül kaptam meg egy hipnózissal is foglalkozó kísérleti pszichológus hölgynek a telefonszámát, amikor még azt hittem, hogy ezt tud segíteni a Zsófinak, ő 5 napig volt ilyen kómaszerű állapotban. Meg egyébként a Gergő az semmiatt egy évfolyamban jártunk a Treffortba, de hogy igazából azt akartam, hogy nagyon sokféle segítség lehetséges ilyenkor, tehát egészen hát a szakmai segítség az egy dolog, az ugye a versek létrejöttében, de meg a bíztatás, hogy írjál persze, de mondjuk olyasmi is van, hogy volt haverom, aki azt mondta, hogy figyelj, itt van 150 000 forint, te csak dolgozz, és akkor én a magam szerény módján abból egyébként elég hosszan el tudok élni, vagy a főbérlő, tehát a tulajdonos néni, tehát akiktől béreljük a bácsi, tehát akiktől béreltük a házat, ők például azt mondták, hogy akkor 10 000-rel kevesebb bérelhetem ezután, ők így tudtak segíteni, vagy a szomszéd néni, aki 2 héten keresztül minden nap virágot tűzött a kerítésbe. Tehát nagyon sokféle fajtája van a támogatásnak, amik egyformán voltak nekem fontosak, és ezt a radikális mellérendelést szerettem volna ezt mondani, plusz nagyon sok név. Azzal azt is akartam mondani, hogy ez olyan, mint egy, nem tudom, tehát egy halál az egy valami cunami, tehát kilép a medréből az óceán, az történik, amikor valaki meghal. Tehát egyszerűen megváltozik, a gyászoló körül megváltozik minden, és hirtelen mindenki azt érzi, hogy segítenie kell, meg segíteni akar. Tehát hogy ott hirtelen nagyon, nagyon felcsapnak ezek az érzelmek, és ezek a hullámok. És ők megtalálták a módját, és egyébként nyilván még ezeken a neveken kívül még sorolhattam volna neveken, csak még azt a viccet is akartam csinálni, hogy ez 99 név, tehát hogyha ezt nyilván senki nem fogja megszámolni, tehát akkor most elmondom. Igen, ez jó, én eszembe se jutott, szóval hogy megszámoljam. 99 név, ami ugye nyilván azt jelenti, hogy egy hiányzik, és akkor innentől meg már értett, hogy melyik az egy. Tehát, hogy igen, és hát végül is látszik is úgy van tördelve, tehát, hogy itt van egy név kimaradt, egy hely kimaradt, ami hát nyilvánvaló, hogy kinek a helye. És te most te hogy vagy? Tehát most te letettél egy csomagot? Ja nem, hát az alatt arról még nincs szó. Nincs? Sőt, olyan értelemben igen, tehát abban a szempontból a lelki ismeretem teljesen tiszta, hogy ezt a könyvet nem tudtam volna jobban megcsinálni. Nyilván egy... De visszatértél magad? Meggyőzted, hogy visszajöttél? Hogy most akkor te megint költöd? Én azóta is most már írtam verseket, persze az legalább olyan fontos volt, mint persze. Tehát, hogy olyan hülyén hangzik a számból, de tényleg az, hogyha 3 napig nem csinálok semmit, ami persze egyébként nem a semmit jelenti, hanem akkor az azt jelenti, hogy kutyázok, kirándulok, kertészkedek, nem tudom én, meg természetesen olvasok például, de mondjuk nem állok neki írásnak. Az a baj, szóval ez nem prózaírás, amihez minden nap neki kell ülni. Pedig egyébként igazából ennek is neki kéne minden nap ülni. És igyekszem erőt venni magamon, de most van az a nyomás, hogy 3 nap után tényleg van az, akkor mi az Istennek keltél ki az ágyból? Tehát van egy olyan fajta számunkérő düh magammal szemben, ami egészen furcsa érzés, tudom, hogy tök hülyén hangzik a számból, és tényleg az van, hogy akkor ha nem is minden nap, de 2 naponta nekiállok, mert különben egyszerűen pokolian érzem magam. És akkor természetesen tehát a csomag, amit leraktam, ez a könyv, és azt nem tudtad, hogy az majd kiderül, hogy ez mennyire időtálló, vagy milyen az esztétikai minősége, vagy mit gondolnak róla, nem tudom én, a kollégák, vagy az olvasók. Ellenben mondom, tehát a lelkismeretem abban a szempontból tiszta, hogy megtetted. Hogy meg nem tudtam volna jobban megcsinálni, meg minden szóval el tudom mondani. Nem, inkább azt kérdezem, hogy nem tudom. De a gyásznak az hogy tettem volna le, ne vicceljed még egy év. Nem is, nem feltétlenül csak a gyászt, hanem mit tudom én, például van egy kapuzárási költészetnek, nevezitek ezt a fajta írást, vagy ilyen mondatok, hogy ilyen élet vár rád, semmiség, se élesség.
hogy ezeket kicsit máshogy írnád-e, vagy mást gondolsz-e? Hát igazából ugye nyilván az van, hogy persze reszelgettem ezeket bőven, de hogy nem. Szóval az alapstruktúrákat és alap, nem is tudom, és az atmoszférájukat, tehát az előtte verseket nem akartam igazából megváltoztatni, vagy demonstrálni akartam azt, hogy akkor ez volt, most meg ez van, és ez, amit most te pont idéztél, ez pont egy előtte versben vannak, és hát nyilván azt már nem így gondolom, az egy nagyon érdekes dolog. Ez fontos. És meg nagyon érdekes az, hogy nagyon megváltoztatta, tehát az események, felől visszafele olvasva, egyszer csak megjelenik egy ilyen paranoid jelentésadás, tehát mint hogyha tudtam volna, hogy mi fog történni, vagy mint hogyha abból az élethelyzetből beszélnék, holott nem, csak egyszerűen ilyen a, egyrészt ilyesmikről akartam beszélni eleve, veszteségről, nem tudom én, de a nyelvnek is ilyen a természete, tehát hogyha azt mondom, hogy elutazás, vagy azt mondom, hogy elalvás, akkor azok mind halálmetaforák, és a többi, tehát hogy, uh-huh. hogy innen visszafele olvasva egyszer csak ilyen különös jósló szövegekké változtak ezek. Igen. Még ennyit akartam így a legvégére kérdezni, hogy most azzal együtt, hogy azért az érezhető, hogy visszatért valamiféle kedved, vagy kényszered. Hát aki kényszer. Az vagy az első, aztán kell majd jön haja. Az is egy kényszer, vagy nem kényszer, de hát az is egy állásfoglás, hogy most gyorsan kitetted azért a kitűzőt. Ugye a te nevedhez fűződik egy puszi dal, egy puszi együttesnek a dal, a Kolbász Viktor, ami egy ilyen nem kicsit átadásos, meg politizáló dal. Milla szervező voltál, tehát hogy mindez együtt jár azzal is, hogy társadalmilag is úgy érzed, hogy most aktívabb leszel? Mit csinálni van? Abban nem vagyok biztos, hogy ezt feltétlenül 40 éves csávóknak kell, vagy 42 éves csávóknak kell csinálni. Lehet, hogy 20 éveseknek, nem tudom. Biztos, persze, de hát figyelj, sajnos a társadalmi kérdések azok olyan bonyolultak, hogy abban a puszi dalban például, abban egy bizonyos ponton a videóklipjében, abban ugye Simics Kalajos integet ki az autóból, és akkor ehhez képest most ugye itt ülünk ebbe a televízióba, nem felejtettük el, hogy ki ez az ember, de közben teljesen más lett, tehát hogy igazából az, hogy megszerezte az Indexet, azzal tulajdonképpen megmentette az Indexet, teljesen másfajta gengszterektől, de közben, tehát hogy... Elment az idő a klip mellett, vagy nem tudom. Igen, illetőleg, vagy talán nem tudom, tehát hogy ezek rettetesen bonyolult ügyek, és bizonyos értelemben reménytelenek is, de közben attól, hogy reménytelen, attól még bele kell vágni, tehát vagy attól még, tehát ahhoz, hogy a lelkiismeretet tiszta legyen, tehát nekem például most egyen fontos, egyen tisztább a lelkiismeretem, hogy azért ezt a fél mondatot belecsempésztem ebbe az adásba valamilyen furfangos vagy kevésbé furfangos módon, hogy a társadalmi cselekvésnek annak, ha más oka nincs, akkor az mindenképpen megvan, hogy legyen tiszta lelkiismeretet. De egyébként én színházi melókba csináltam, tehát az is egy formája. Tehát abban a költészetben ritkábban, bár most az ÉS-ben volt olyan versem, ami mondjuk így közéleti, vagy politikai, nem így tudom, én a Tünet együttes színházi melókba, azokat te ismered, abban csináltam ilyesmit régen is. Hát hajrá, és a végén csak a legrövidebb versedet idézem, amely a címadó, 42 a címe. A mozdonyvezető az ülések közt hátrafelé rohan. Ezt meg egyszer el akartam magyaráztatni veled, de ez most nem most kerül rá sor, mert vége a műsoridőnek, de köszönöm. Majd azután, igen. De köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettünk egy kicsit, és hogy hagyd hátra ezt a csomagot, vagy nem tudom, az jó lenne. Vagy lehet, hogy nem. Na, nem tudom, mit kívánjak, de jó, hogy itt voltál. Per Krisztiánnal beszélgettem az elmúlt percekben. Ha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a YouTube-on, vagy a Facebookon, keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!